Döbrökközön évek óta próbálták megoldani a szennyvízelvezetés problémáját, mindeddig sikertelenül. A nemrégiben indult beruházás eredményeként 903 háztartásban oldódik meg a probléma oly módon, hogy ez sem a lakóknak, sem az önkormányzatnak nem kerül költségébe. Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése már régóta terben volt a falu életében. 2016-ban sikerült a Magyar Fejlesztési Programiroda közreműködésével egy pályázatot elnyernünk, melynek keretében így most megvalósul a szennyvízberuházás Döbrökös községben. Ezzel megszűnik a folyamatos talajuk terhelés, talajuknak a szennyeződése, és így egészségesebbé válik a környezetünk. Minden település számára fontos az infrastrukturális fejlődés. Ezzel a beruházással a falunk nagy lépést tesz előre környezetünk védelme érdekében. A projekt megnyitón részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki arról szólt, a környezetvédelem központi kérdés a kormányzat jövőbeni feladataiban. Azt gondolom, hogy a 20. század végén, második felében a környezetünk területén, terén, amit tönkretettünk, azt nekünk most itt a 21. század első felében kell orvosolnunk és rendbehoznunk. Jó látni azt, hogy épülnek, illetve indulnak újabb környezetvédelmi beruházások. Ilyen például Döbrökösön ez a szennyvíz csatorna hálózat, amit már az elmúlt évtizedekben meg kellett volna valósítani, de örüljünk annak, hogy most meg tud indulni. Ennek az összege, a teljes beruházás összege megközelíti az 1 milliárd 750 millió forintot, ebből 85%-ot biztosít az Európai Unió egy pályázaton keresztül, és 15%-ot pedig a magyar kormány tesz ehhez hozzá. Ez azt jelenti, hogy az itteni lakosságnak és az önkormányzatnak ez a beruházás nem kerül a pénzébe. 903 háztartást tud így bekapcsolódni, és a dombovári szennyvíztelepre viszik az itt keletkező szennyvizet. Remélem, hogy a terheket a lakosság fogja bírni, és az ezzel járó kellemetlenségeket, az építése járó kellemetlenségeket, de én azt gondolom, hogy megéri ez a jó másfél év, hogy utána pedig egy tisztább környezetben tudjunk élni. Vannak még olyan települések a térségemben, 58 település önkormányzat tartozik hozzám, kicsit több település az 58-nál. Egyébként Tolna megyében összesen 109 önkormányzat van, úgyhogy látjuk, hogy a déli felén a megyének sokkal több település van, több a kis település. A körzet nagy része, döntő többsége ebből a szempontból jó helyzetben van, de vannak még olyan települések, ahol meg kell valósítani a közeljövőben, meg kell valósítani hasonló beruházást a közeljövőben. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, Tolna megye következő időszakában vonatkozó tervezésében is szerepel, hogy a különböző településnagyságokban élők azonos szolgáltatásokhoz juthassanak hozzá. Az a célja a kormányzatnak is, a megyének is, és természetesen a településeknek is, országgyűlési képviselő uraknak is, hogy megpróbálják azokat a településeket fejleszteni, ahol bezseg az élet, csak nagyon nehezek a körülmények. Azt szeretnénk elérni, hogy minden városban, minden településen ugyanazok a szolgáltatások álljanak rendelkezésre az embereknek, amelyet egyébként joggal elvárnak már. Tehát az a célunk, hogy fölzárkóztassunk, és az a célunk, hogy mindent az ott élő emberek érdekébe teljesítsünk és csináljunk. Cimmermann László, a projekt vezetője azt mondta, ezzel a beruházással a település egészében oldódik meg a szennyvízelvezetés. Minden utcában, mindenhol gerincvezetéket vagy nyomóvezetéket építünk, és gyakorlatilag minden házhoz beállunk, egy méterre a terekhatáron belül, tisztítóaknával, illetve ahol házi áttemelő van, ott ugye tovább is kell mennünk, ahol a jelenlegi emésztőgödrök vannak, és így nyilván, hogy a lakosságot, illetve a kapubejárókat, egyebeket, azokat használjuk egy időre, és megpróbáljuk nyilván minél rövidebb időre, illetve egyeztetve a lakossággal. A projekt 2020. augusztus végén fejeződik majd be.